Csütörtökön alakul meg az új topolyai képviselőtestület. Múzeumok éjszakája volt Topolyán és Bácskasútfalván is. Napokon belül véget ér a tanév a végzős középiskolások számára. Köszöntöm Önöket! Május 23-ai híradónkat látják. Következnek a részletek. Május 26-án csütörtökön tartja alakuló ülését a Topolyai Községi Képviselőtestület. Napirenden szerepel a képviselők ünnepélyes eskütétele, a Községi Képviselőtestület elnökének és elnök helyettesének megválasztása, titkárának hivatalba helyezése, a polgármester és polgármester helyettes megválasztása, valamint a Községi Tanács tagjainak kinevezése is. Az ülés 9 órakor kezdődik. 4 termék kapta meg idén a Najbolyaiz Vojvodina legjobb vajdaságból rangos védjegyet. A címre rászolgált termékek előállítóinak a tartományi kormányban adták át a díjat. A Mokrini Ecoprodukt szappanfőzőműhely a kecsketejből készült klasszik szappanért, az ürögi Jam & Jelly a megylekvárjáért, valamint a szabadkai minipáni vállalat a sajtal és kukoricapehelyjel, valamint a földi eperrel és vaníliával töltött gyorsfagyasztott leveles tésztájáért kapta meg az elismerést. A tartományi kormány ezzel a díjjal elismeri azt az erőfeszítést, valamint maga köré csoportosítja azokat a vajdasági cégeket, amelyek versenyképesek a szerbiai és az európai piacon is. A legjobb vajdaságból cím birtoklásával ezeknek a termékeknek a kivitele a külföldi piacokra sokkal könnyebbé válik. 8. alkalommal kapcsolódott be a Topolyai Múzeum a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Ezúttal dr. Hadzsi János munkásságával ismerkedhettek az érdeklődők egy emléktúra, majd egy kiállítás keretén belül. A kiállítás megnyitóján dr. Szakmány Major Edit, az orvos nevét viselő egészségház egykori igazgatónője kiemelte. Az, hogy mennyire elhivatott volt, és mennyire szerette az orvosi hivatását, az már egyetemista korában bebizonyosodott, amikor az 1873-ban Csongrád megye két községébe dúló pestis járvány megfékezésére önként jelentkezett gyakorló orvosként, a nyári szünidő ideje alatt segítkezett a járvány felszámolásában és a betegek ellátásában. Arról, hogy milyen lelkiismeretes munkát végzett, és milyen kiváló szervezési készséggel bírt, tanúbizonyságot ad a Csongrád megyei Alispán bizonyítványa, amit írásba állított ki, és amiben nem csak arról beszélt, ugye, hogy milyen jó helytárs, hanem kiemelte az emberies hozzáállását és a kiváló szervezői képességét. 1874-ben, amikor megkapta az orvosi diplomáját, hát várt rá is, mint általában a férfiakra, akik egészségesek voltak, a katonaság. Amikor a hadi kötelezettségének eleget tett, Pesten kezdett dolgozni, a Pesti Városi Kórházba, valamint a Szent Rókus Kórházba. Itt a sebészet, a szemészet, a szülészet, nőgyógyászat tudományát igyekezett elsajátítani minél jobban, azon kívül gyakorlatot szerzett a járványos betegségek és a fertőző betegségek gyógyításában. 4 évet töltött Pesten ezekben a kórházakban, ahol kiváló tanulónak, kiváló kézügyességű sebésznek bizonyult. Ezekben az években az ő testvére György Topolyán dolgozott, a Topolyai Postán, a Topolyai Posta főnök lányát vette feleségül. Nyilván hozzájött látogatóba, amikor hát tudomást szerzett arról, hogy körorvos keresnek Topolyára, és megkapva a körorvosi kinevezést 1878-ban megnősült, feleségül veszi egy közeli unokatestvérét, Kászon Jászfalvi Andrási Zsófiát. Ebből a házasságból 10 gyermek születik, de sajnos ebből a 10 gyermekből csak 5 éri meg a felnőttkort.
Ide költöznek Tupolyára a friss házasok, és itt kezdi meg áldásos munkáját dr. Hacsi János, és 25 éven át dolgozik Tupolyán, nagyon híres orvossá vált, az emberek csoda doktorként kezelték, istenítették. Ő nem igen szerette azt, hogy azt mondták rá, hogy csoda doktor, mert azt mondta, hogy ő nem csodákat művel, ő csak azt csinálja, amit egy orvos tud csinálni. Dr. Hacsi János természetesen nem csak orvosi tevékenységgel foglalkozott. Mint egy tekintélyes ember egy városban, nyilván belefolyt a községi munkába, és mint egy olyan családban származó ember, ahol a tudományt megbecsülték, hiszen az ő testvérei közül mindenki tanult, a lányok is gimnáziumot végeztek, dr. Hacsi János szószólója volt annak, hogy az embereket tanítani kell, hogy azt mondta, hogy három láthatatlan ellenség van, ami ellen tűzzel, vassal harcolni kell. Ez a tisztátalanság, a sötét butaság, a tudatlanság, és a harmadik a rossz akarat. Folytatjuk híradónkat. Virágkiállítással, kézműves foglalkozással és az Etnokor Duett koncertjével kapcsolódott be a Tupolyai Művelődési Ház a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba, melyről Csipe Tíme a igazgatónő nyilatkozott. Második alkalommal kapcsolódik be a Művelődési Ház a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatba. Voltak már szánypróbálgatásaink az előző években is, de akkor csak egy rövid nyitvatartás erejéig, tehát szervezett program nélkül kapcsolódtunk be. Tavaly népi jellegű volt a rendezvényünk, a tisztálkodáshoz kapcsolódó, tehát a tisztálkodás volt az alapmotívuma, és akkor úgy döntöttünk, hogy talán minden évben valami köré csoportosítjuk az itt szerveződő rendezvényeket, és hát a tájház egyértelműen az a helyszín, amelyiket úgy gondoljuk, hogy méltó ennek a rendezvénysorozatnak, hogy helyszíne lehessen. Az idén egyébként a tájházban dolgozó munkatársaimnak egy régen dédelgetett álma, hogy virágkiállítást szervezzünk itt a tájházban, úgyhogy valójában innen az ötlet, az idei évben tehát a virág volt az a fogalom, az a ami köré csoportosítottuk a rendezvényeinket, a koncepció pedig hasonló a tavalyihoz. Kézműves foglalkozás gyermekek részére mi minden hónapban tartunk, igaz a Művelődési Ház kiállító termében, és viszont most akkor adódott a lehetőség arra, hogy itt szervezzük meg, és az alkalmi jellegéből adódóan természetesen most ingyenes a részvétel, úgyhogy 16:30-ig a gyermekek, tehát több mint 20-an kézműveskedtek, ők is virágos motívumokat, virágdíszeket alkalmaztak a kézműveskedésre, növeskedés során. A kiállításra pedig talán egy kicsit, hogyha őszinte vagyok, akkor lehet, hogy lehetett volna bővebb ez a kiállítás, lehet, hogy lehetett volna még színesebb. Összesen két hivatalos virágüzlet van itt jelen, az alkotásaival egy virágtermesztő, valamint hobbi kertészek. Én azt hiszem, hogy ők a leglelkesebbek, de minden esetre én mindenkinek nagyon nagy szeretettel köszönöm meg, hogy részt vett, hogy jelentkezett a felhívásunkra, és lehet, hogy most, aki itt volt, és lehet, hogy valami okból kifolyólag most nem tudott, az lehet, hogy majd a jövőben csatlakozhat. Szerintem a virág az olyan, ami megunhatatlan téma, úgyhogy lehet, hogy majd egyszer még ismételjük, lehet, hogy nem pont így, lehet, hogy valami kis apró változásokkal, és mindenképp említése méltó az, hogy elfogadta a Szabadkai Etnokor két művésze, Bakos Árpád és Jovancsics Miroszláva a felkérést, a meghívást,
úgyhogy ők koncerteznek majd, és még ami fontos volt számunkra, hogy azért úgy állítsuk össze a programsort, hogy a múzeum, mint helyszín is nyitott legyen annak a közönségnek, aki esetleg itt is részt venne, tehát, hogy mindenki odaérjen az ott szerveződő programokra is. Az etnokorduó Bakos Árpád és Miroszláv Jovancsics koncertjét a Kamera tükrében című műsorunkban sugározzuk. Helytörténeti kiállítás nyílt a Bácskaszódfalvi emlékházban. A falunapi rendezvénysorozat részeként nyíló állandó tárlat a település tárgyi hagyatékának ad otthont. Az összegyűjtött tárgyi emlékek rendszerezésében a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa Vázsonyi Csilla nyújtott segítséget. Mint elmondta, az élet minden területéről tartalmaz tárgyakat a kiállítás, mezőgazdaság, állattartás, különféle mesterségeknek a tárgyai, illetve a ház körüli eszközök is megtalálhatók itt, sőt a gyermekvilágra vonatkozó tárgyak is. Az emlékházban kapott helyet az Iván Modricsin gyógyszertárs Kanzen is. A kiállítás megnyitója után a gyerekeknek tartottak foglalkozást, régi népi játékokat készíthettek és játszhattak. A falunapi rendezvénysorozat részeként labdarúgó és teke bajnokságot, horgász, koronglövő és íjász versenyt is tartottak. Az ünnepségsorozat május 26-án folytatódik, amikor 19 órakor az Utókornak című helytörténeti eseménynaptár bemutatójára kerül sor. Május 27-én 16 órakor nyílik meg a 9+1 nemzetközi művésztelep tárlata, és ekkor lesz a falunapi fotópályázat kiállítása az emlékházban. A hagyományos májusi koncertre is sor kerül az iskolában 17 órai kezdettel, 20 órától pedig az Újvidéki Színház mutatja be a Neusatzer Kabarett a színházteremben. 22 órától könnyű zenei koncert lesz a Klubcaféban. Május 28-án fogadják az önkéntes véradókat, majd bádok szelencét helyeznek el a helyi közösség épületében. 11 órakor kezdődik a díszülés a színházteremben, 16 órakor falunapi grillparti, majd ünnepi műsor lesz a parkban, amit utcabál követ a Kalipszó együttessel. A programsorozat zárásaként május 29-én ünnepi istentiszteletet és koszorúzást tartanak a református templomban a 230 éves jubileum tiszteletére. Napokon belül véget ér a tanév a végzős középiskolások számára. A Doszite Jobrádovic Gimnázium és Közgazdasági Középiskolában az idén 112 érettségiző van. A ballagásra június 1-én kerül majd sor. A városközponton keresztül a Csáky Lajos Általános Iskola tornatermébe vonulnak, ahol az ünnepséget tartják. A Sinkovics József Műszaki Középiskolában 85-en ballagnak el június 3-án. Az ünnepi programot a moziteremben tartják. A mezőgazdasági iskolában 184 érettségiző van, ők is június 3-án búcsúznak az iskolájuktól. A rendezvényre már hagyományosan az iskola tornatermében kerül sor. Kishegyesen tartották meg a második kuvasz cac fajta kiállítást, ami egyben a negyedik kuvasz klub kiállítás. Idén összesen 23 evet neveztek Szerbiából és Magyarországról. Dr. Sirkó Éva állatorvos, a magyar pásztorkutyákra szakosodott magyarországi küllembíró örvendetesnek nevezte a tényt, hogy a nevezett kutyák között nagyon sok a fiatal egyed, ami azt jelenti, hogy újra népszerűvé kezd válni ez a fajta. A tenyésztőknek szerintem most arra kellene a hangsúlyt helyezni, hogy olyan vérmérsékletű egyedek kerüljenek kitenyésztésre, melyek a 21. század követelményeinek is megfelelnek. A szervezők közül Kotlás Sarnyai Zita elmondta, hogy Szerbiában évente egy alkalommal szerveznek csupán a kuvaszok tenyésztői számára önálló fajta kiállítást. A specializált rendezvény már tavaly is nagyon sikeres volt, a tenyésztőkön kívül pedig idén is nagyon sokan jöttek el megcsodálni az impozáns küllemű ebeket. A fajta győztes ezúttal egy kiskunhalas környéki tenyészetből származó szuka, Halasi Pásztor Barka lett. Az áramelosztótól kapott értesítés szerint május 24-én kedden szünetel az áramszolgáltatás Topolyán, Abránkó Radicevic, Iván Gorán Kovácsics, Jován Popovics, Ivo Lolaribár, Josip Mérkovics utcákban és a Moravicai úton. Az áramszünetre 11-től 12 óráig kerül sor szükség szerint.
A TSC labdarúgói újabb gól nélküli döntetlent értek el idegenben. Az ellenfél ezúttal az újpázovai Rádnicski volt, csapatunk pedig ezzel továbbra is stabilan őrzi harmadik helyét a szerb labdarúgó liga vajdasági csoportjában. Az első a Hódság, második a Száva Szentdemeteri csapat. A következő ellenfél az Óbánovci Omladinac lesz, szintén idegenben. Heves zivatarokra, nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani ma a késő esti órákban. Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutánig még több órás napsütés várható, a hőmérséklet délután 26-30, késő este 16-22 Celsius fok között alakul. Kedden többfele lehet zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. Viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Szerdán még többfelé lehet eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Még erős, esetleg viharos lehet az északias irányú szél. Újra melegszik az idő, az ország nagy részén 22-25 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletekre van kilátás. Kedves nézőink, híradónkat látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!